Hozzatú, magasságú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, Advent harmadik vasárnapjának előesti szentmiséjét tartjuk. A szentmise áldozatot ezen az estén felajánlom, elünk gazdag Gergely és felesége Julianna, fia József és hozzátartozók lelki üdvéért. Imádkozzunk testvéreinkért, hogy a mindenható Isten a szentmise áldozat kegyelmeiben részesítse az ő lelküket. Örüljetek az Úrban! Szüntelenül újra csak azt mondom, örüljetek, mert az Úr közel van. Kedves testvérek! Ma ünnepélyesen meggyújtjuk a harmadik adventi gyertyánkat is. Közeleg az ünnep. De mitől lesz örömteli és boldog a karácsonyunk? Mitől lesz boldog az életünk? A boldogság titkát a lélek mélységében, a kis dolgok fölötti örömökben, a meleg családi otthonban, az igénytelen egyszerűségben találjuk. A boldog emberből hiányzik az őrült mohóság vagy kapzsiság. A boldog embernél sohasem látod, hogy nyugtalan, hogy szaladgál, hogy kapkod, másokat fúr vagy keserít. Sohasem látod az önteltséget, a büszkeséget, sohasem látod őt gőgösnek vagy dőfösnek vagy fösvénynek. Tudsz egy virágnak, egy játszadozó gyermeknek is önfeledten örülni? Ha igen, akkor gazdagabb, boldogabb vagy, mint egy vagyonos ember, akinek mindene megvan, amiről csak álmodni képes, s aki mégis mindig elégedetlen marad. Semmiben sem találja örömét, mert mindig többre vágyik, és félti, hogy elveszíti azt, ami most még az övé. Nem a vagyon, a pénz tesz gazdaggá, hanem az öröm, a léleknek az öröme. Ha örülsz, megnyitod a szíveket, ha keseregsz, bezárod őket. Isten az öröm Istene. Ezt a lelki örömöt kérjük Istentől adventi várakozásunkban. Most pedig egy papköltő szép gondolataival, néhány sorával szeretném ünnepélyesen meggyújtani a harmadik gyertyánkat. Kezedbe teszem a szent könyvet, hogy kövessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, s keresd a tisztát. Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepén. Hadd kérjünk, hogy üdvözítőnknek születésének nagy napjára emlékezve, örvendező lélekkel áhítatosan ünnepeljük, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány
Szofóniás próféta könyvéből. Dalolj, Sion leánya, zeng éneket, Izrael! Örülj és újjong egész szívedből, Jeruzsálem leánya! Elvette az Úr ítéletedet, elűzte az ellenségedet. Izrael királya, az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemben, ne félj Sion, ne lankadjon kezed. Veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjá éleszt szeretetével. Örüld majd neked újongó örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte, mit tegyünk? Akinek két ruhája van, válaszolta, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, és így szóltak hozzá. Mester, mit tegyünk? Ezt felelte nekik. Ne követeljetek többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték őt a katonák is, hát mi mit tegyünk? Nekik így felelt, ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. A nép feszülten várakozott. Minnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus? Ezért János így szólt hozzájuk.
Én csak vízzel keresztellek titeket, de eljön majd, aki hatalmasabb, akinek sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. A szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét. A búzát csűrébe gyűjtse, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégesse. És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, adventi várakozásunkban Szent Pál apostolnak az útmutatása szerint indultunk, aki arra buzdít bennünket, hogy igyekezzünk Istennek tetsző életet élni, előre haladjunk és fejlődjünk a hitben. Minden advent egy új kezdet, egy új lehetőség erre az apostoli felhívásra. Az első héten, az első gyertya fényénél arra figyeltünk fel, hogy ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, rendet kell rakni. Rendet kell rakni önmagunkban, és rendet kell rakni a környezetünkben is. Tudjuk, hogy Isten a világot jónak alkotta, és a világnak és az embernek is megszabta a maga rendjét, a maga rendszerét, amelyben éljen, és ez jó. Ez harmónia, ez az örömnek és a boldogságnak a forrása. Mégis azt tapasztaljuk, kedves testvérek, hogy a dolgaink nem mindig mennek jól. A világban a bűn felforgatta a rendet, és sokszor mi is szem elől tévesztjük a teremtett világnak a rendjét. Ezért fontos, adventi programunknak talán az első legfontosabb lépése a rendrakás az életünkben. Ehhez pedig kell a kitartás, a virrasztás, ahogyan Keresztelő János mondja, ehhez kell az ima, amely a hitnek a nyelve, és kell a tiszta értelem, hogy valóban előre tudjunk lépni, és fejlődni tudjunk a hitünkben. A második gyertya fényénél arra kerestük a választ, hogyan tölthetjük meg az adventi várakozásunkat tartalommal. Olyan tartalommal, amely valóban segít bennünket a hitben való előrejutásban, és ennek a gyertyának a fényénél Jézusra figyeltünk. Azt mondtuk, hogy fontos, hogy szembesüljünk önmagunkkal, hogy milyen keresztények vagyunk itt 2021-nek az adventjében. Beszélnek-e a tetteink arról, meglátszik-e az életünkön az, hogy mi keresztények vagyunk. S ha sikerült kérdéseket megfogalmazni önmagunknak, az már jó. És érdemes Jézushoz fordulni, mert a választ nála találjuk meg. Az ő válaszai azok, amelyek előre tudják vinni a mi életünket. Adventi várakozásunknak ezért fejlődésnek kell lennie. Fejlődésnek és előrehaladásnak a hitben is, amikor hagyom, hogy a kegyelem átjárjon és átformáljon engem. Ehhez azonban a nyitott szíven kívül értelem is kell. És az, amit Jézus vár tőlem, a hűség, hűségesen kitartani az imában, hűségesen kitartani Jézus szavának a hallgatásában, és hűségesen kitartani a szentségekben. És kell a feladatoknak zúgolódás nélküli elvégzése a hétköznapokban, mert ez a két dolog az, amit Jézus vár tőlünk, s ha ezt teljesítjük, így tudunk előre haladni a hit útján. És ma meggyulladt az adventi koszorunkon a harmadik gyertya is. Ezen a vasárnapon az egyház örül, ahogyan hallottuk az olvasmányokban,
Szent Pál apostol olyan szépen mondja, örüljetek, mert az Úr közel van. Az evangéliumban pedig azt olvastuk, hogy emberek fordulnak keresztelő Jánoshoz, különböző hivatású emberek, és fölteszik neki a kérdést, mindegyikőjüket ugyanaz a dolog foglalkoztatja, mit tegyünk. S neki, keresztelő Jánosnak mindenkihez van személyre szóló válasza. Krisztusban szeretett testvérek, itt 2021. advent harmadik vasárnapján nekünk is föl kellene tenni a kérdést. Mi mit tegyünk? Hogyan építsük tovább az adventi programunkat? Mi kire figyeljünk ma? Mi kitől kapunk ma választ? Kitől kapunk ma eligazítást erre a kérdésünkre? Forduljunk ennek a gyertyának a fényénél ma a boldogságos Szűz Máriához. Azért hozzá, kedves testvérek, mert az öröm gyertyájához talán az ő személyisége illik legjobban, és most ünnepeltük az ő szeplőtelen fogantatásának az ünnepét. Azt az ünnepet, hogy őt az Isten eredendően léte első pillanatától megóvta a bűn minden szennyétől. Ráfigyeljünk, tőle tanuljunk, pillantsunk be a názáreti ház csendes várakozásába, és ha ezt megmerjük tenni, akkor a mi adventünk is eredményes lesz, vagy eredményes lehet. Készüljünk együtt Máriával, érlelődjünk együtt Máriával. Szolgálatának lényegét már hűen kitartani és a feladatot teljesíteni. Rá ez teljesen igaz. Mária is azt tette, amit Jézus várna mindenkitől, és ebben Mária példa lehet mindannyiunk számára. A boldogságos Szűz Mária a názáreti házban egészen az Istenre bízta, merte magát bízni. Nem foglalkozott a világgal, nem foglalkozott az emberekkel, hogy mit szólnak, hogy mit gondolnak. Helyezkedjünk mi is, kedves testvérek, így az Istennek a jelenlétébe, mint ahogyan Mária tette. Rejtőzzünk el Szűz Mária szívébe, az ő tiszta cselekedeteinek a forrásánál, és ha ezt sikerül megtennünk, akkor mi is úgy tudunk közeledni Istenhez, és úgy tudunk közeledni az embertársainkhoz, ahogyan ő tette. Hogyan készült Mária Jézus születésére? Figyeljünk csak rá! Az angyali üdvözlet előtt talán úgy, mint a többi zsidó lány is. Nyilván benne is megvolt a messiás utáni vágy. Ám az a pillanat Isten üzenetével mindent megváltoztatott. Az angyal szava, Mária töprengése, kérdése és válasza a világtörténelem legnagyobb eseménye lesz. Mária ezután a kimondott szó után, kedves testvérek, hallgat. Hallgat, mert egyedül csak ő tudja az igazságot. Tudja az igazságot, és hallgat. Nem magyarázkodik, nem védekezik, egyszerűen teljesíti az Isten akaratát. Teljesíti azt, amire ő kimondta az áment, amire ő azt merte mondani, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Mert Isten hívására igennel válaszolni sokszor nem könnyű. Mária mert erre igent mondani, és ez a kimondott szó nem csak szó maradt. Máriának az egész élete igen volt az Isten hívó szavára. És amikor Mária szól,
legyen nekem a te igéd szerint, válaszol az angyal szavára, méhében élni kezd az Isten ember. Krisztusban szeretett testvérek, gondoljunk bele, ha mi is merünk válaszolni Istennek hozzánk szóló szavára, mi is Isten gyermeki életet kezdünk el élni. Bennünk is elindul valami felülről. A Szentlélek belép az életünkbe. Ilyenkor Isten arca közelebb hajol hozzánk, hogy a hit, a remény, a bizalom újra ébredjen a szívünkben. Jegyezzük meg jól Mária válaszát. Legyen nekem a te igéd szerint. Legyen úgy, Uram, ahogyan te akarod. Mert az Isten hozzánk is el akar jönni ebben az adventben. Bennünk is újjá akar születni ebben a karácsonyban. És bizony, ez a válasz sokszor nem könnyű. Sőt, sokszor nehéz elfogadni az Isten akaratát egy-egy pillanatban, egy-egy élethelyzetben. De higgyétek el, kedves testvérek, Máriának sem volt könnyű, és nem volt egyszerű a helyzete. Mert az ő bűn nélkülisége nem jelentett probléma mentességet. Ugyanúgy meg kellett neki vívnia az életnek az apró küzdelmeit, az életnek az apró harcait, és meg kellett neki vívnia a hitnek a harcát is. Érdemes ezért odafigyelni Mária probléma megoldó képességére, ahogyan ma divatosan szoktuk mondani, konfliktus kezelő helyzetére. Ennek a kulcsa pedig két szó, az engedelmesség és az alázat. Meri a boldogságos Szűz Mária az egész életét az Isten kezébe tenni. Alázatosan mindig Jézus mögött a háttérben maradni. Csak akkor avatkozik bele Jézusnak az életébe, az evangéliumban szinte alig látunk ilyet a kánai mennyegzőn, amikor nagyon nagy baj van, és együtt él, együtt örül, és együtt szenved az ő egyszülött fiával. Ez az Isten emberrel való szoros együttlét, együtt élés, legyen az, kedves testvérek, amit Mária élet példájából ma hazaviszünk, mert csak ez segít a hitben való előrejutásunkban. Urunk és Istenünk, tőled kérjük és várjuk az újrakezdést, a lelki életünknek a megújulását. Fiad édesanyját pedig példaként állítjuk elénk. Ha nem ezt tennénk, céltalan bolyongás és hasztalan útkeresés volna számunkra ez az adventi időszak. Rád bízzuk a vezetést, hogy valóban megérkezhessünk a célunkhoz, a megváltóval való találkozáshoz. Rád bízzuk magunkat, rád bízzuk az álmainkat, a céljainkat, amikor látomásokat állítasz elénk, egy szóval egy új jövőt mutatsz meg nekünk. Félretesszük egyéni terveinket, kicsinyes igényeinket, elfeledjük földhöz ragadt céljainkat és rövid távú elképzeléseinket, és a te útmutatásodra bízva magunkat elindulunk az életünknek a zarándok útján, tovább a hitnek az útján. Adventi zarándoklatunk és végső soron egész életutunk csak akkor nyer értelmet, ha magával ragad minket az utánad való vágyakozás. Segíts minket, hogy megtegyük az utat lépésről lépésre egészen Betlehemig, egészen a jászolig, egészen a gyermekig, Mária példáját követve. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és Isten teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűk Máriától, szenvedett Pontius Pilátusot, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, támadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy felismerjük szent akaratát, és teljesítsük is, amit elvár tőlünk. Neveld, Urunk, jóságra népedet, és engedd, hogy híveid jóságát megismerje minden ember. Térjél néked, hallgassunk. Add, hogy szent atyánk és püspökeink a társadalmi igazságosság és szeretet lankadatlan hirdetői legyenek. Térjél néked, hallgassunk. Ébreszd fel a világ népeiben a testvéri egybetartozás tudását és a segítő szeretetet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy szeressük az igazságot, és tartsuk tiszteletben embertársaink jogait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj bátorságot a félénkeknek, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a szomorkodóknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tisztítsd meg szívünket a Szentlélek tüzével, hogy jól előkészüljünk a közelgő ünnepekre. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy megváltónk érkezésének ünnepét örömmel fogadjuk, és részünk lehessen az örök boldogságban Krisztus, ami Urunk által. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatot, szüntelenül előtted álljon. Add, hogy örök akaratod szerint hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mi éltünk és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atya, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetés, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját. Hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, ha a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenyhe, az új és örök szövetségé.
Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tett tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsáról, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttél. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. A mindenható és irgalmas Isten, aki neked szülött fiáról hittel valljátok, hogy eljött közénk és várjátok, hogy újra eljöjjön az idők végén, szenteljen meg titeket eljövetelének fényességével, s árassza rátok gazdagon áldását. Adja meg nektek, hogy a földi élet küzdelmei között álhatatosak maradjatok a hitben, örvendezők a reménységben és tevékenyek a szeretetben. Amen. Ti, akik most megváltunk, te szerinti eljövetelének szívből örvendeztek, dicsőséges második eljövetele idején nyerjétek el tőle az örök élet bőséges jutalmát. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szentsebbéget menjetek békére. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal. Sátán, a szükségét és vértelme, így oldalom, esedezve kérjük, a rácsolja neki az Isten, tehetnek menni és sereget veszélye, a sátán.